Hatalmas vértocsa a 65-ös számú úton Harc közelében. Két évvel ezelőtt azért halt meg itt egy motoros, mert egy szarvas ráugrott a járműre. Ezek a felvételek Szekszárdon készültek idén júliusban egy vadkamerával. Őzek jönnek-mennek a felvételen. Ez nem szokatlan az erdős területek környékén, ám júliusban nem csak ott lehet a vadak jelenlétére számítani, hanem gyakorlatilag bárhol, akár lakott területen is. Főként azért, mert a vadak területe egyre csökken, de több állat megjelenésére kell számítani július közepétől, augusztus elejéig az őzek nász időszaka miatt is. Ilyenkor a bak ösztöntől hajtva keresi a sutát, hívják fel a figyelmet szakemberek. Megyeri Zsolt, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője azt mondja, a vadbalesetek jelentős százalékáért felelősek az őzek. Mint egy 65 és 70 százalék között sorolandó az őzek által okozott balesetek száma a többi vadelőtéshez képest, hiszen ugye nem csak az őzek jelentenek gondot, hanem mindig megvan ugye a szarvasoknak később van a párzás időszaka, ugye a közutakon azért előtnek rókát, sakált például, ami egy újabb jelenség. Most a közútjainkon. Becslések szerint az országban jelenleg mintegy 380 ezer őz él, tavaly pedig csak nem 4800 őzet ütöttek el Magyarország útjain. Ezeknek a vadelütéseknek a jelentős része éppen ebben az üzekedési időszakban történt, ezért a szakemberek azt javasolják, hogy ne csak a vadbeszélt jelzőtáblákkal ellátott útszakaszokon közlekedjenek óvatosabban a sofőrök, hanem az erdősávok, termőföldek mellett is. Miként az is életet menthet Megyeri Zsolt szerint, ha az autós nem rántja el a kormányt a vadat meglátva. Hát azt tudni kell, hogy a vad nem fog visszafordulni soha, az mindig egyenesen fog átugrani, vagy neki menni az autónak. Viszont én azt tanácsolom, hogy a kormányt ilyenkor ugye nem szabad elrántani. Pont ebből következően van nagyon sok olyan baleset, amikor azért sérülnek meg, mert lesodródnak az úttestől. Tolna megyében idén 127 vadbaleset történt, amiből három esetben sérült meg könnyebben a közlekedés valamelyik részvevője.